Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Börtön és kézilabda munkacsarnok 8 milliárdból, két nagy beruházás indult tavasszal Komlón. 130 pécsi zenekar hat helyszínen a legkülönbözőbb műfajokban, idén is megrendezték a Made in Pécs fesztivált. Mintegy 200 baranyai időskorú a pécsi Széchenyi téren, tánccal köszöntötték az új évet. Függőség és motiváció. Pécsen tartottak konferenciát az úszók. Nagy beruházások indulnak Komlón idén tavasszal. A 250 munkahelyet jelentő büntetés végrehajtási intézet és a kézilabdásoknak készülő munkacsarnok valósulhat meg a városban. Ezek a létesítmények 8 milliárd forintba kerülnek központi forrásból. Az elmúlt 4 évben egy 10 milliárdos fejlesztési csomag valósult meg a városban. Ennek kell folytatódnia, mondta a hétfői sajtótájékoztatóján a kisebbségben irányító polgármester. Ezért mindenképpen szükség van a többség támogatására a komlói képviselőtestületben. Büntetés végrehajtási intézet, amely a tervek szerint 250 embernek ad munkát, a másik pedig a Szilvásban a kézilabda munkacsarnok. Ez az a két nagy beruházás, ami kormányzati forrásból valósul meg Komlón. A két beruházás 8 milliárd forintba kerül. Az építkezéseket hamarosan kezdik a baranyai városban. Derült ki hétfőn a városházán a polgármester évindító tájékoztatóján. Mindkettő ugyanabban a fázisban van már jelenleg. Rendelkezik építési engedéllyel. Komló város önkormányzata átadta és birtokba adta állami tulajdonba a szükséges tel. Beszerzési eljárások folynak, és hamarosan a tervek szerint tavasszal indulnak a beruházások. A börtönépítéshez 5 hektáros területet adott a város. Polics József azt mondja, a kormánynál a terület országgyűlési képviselőjével lobbiztak, így sikerült a nagy beruházások megszerzése. Az a fejlődési trend, az a tendencia, ami elkezdődött az elmúlt 3-4 évben, az nem törik meg, hanem tovább folytatódik a 2020-as esztendőben is, sőt, az a 10 milliárdnyi fejlesztési csomag, amit összeraktunk erre a 4 éves ciklusra Polics József polgármester úrral, és a kormány támogatását is élveztük eddig, hiszen nem csak Európai Uniós, hanem magyar nemzeti forrásokról is szó van. Ezt még kiegészíti két nagy állami kormányzati beruházás. A fejlesztések megvalósításához kell a közgyűlési többség támogatása is, mondja a polgármester. Mint ismert, a fideszes városvezetőt 4 képviselő támogatja. A többséget adó Komló Összeköt Egyesületnek 7 testületi tagja van. Az elmúlt 1 hónap munkája megmutatta, hogy a Komló Összeköt frakció a városért, az itt élőkért dolgozik, válaszolt a kérdésünkre a frakcióvezető. Barbolics Ildikó szerint támogatnak minden olyan javaslatot, elképzelést, ami a baranyai város fejlődését szolgálja. Ezt bizonyítja a megalakulások óta végzett munkájuk is. Már kerültek pályázatok a testület elé, ami elfogadható és a város érdekeit szolgálja, természetesen egyöntetően támogatjuk. Azt gondolom, az eddigi tevékenységeink ezt alátámasztják. Ez a támogatás azonban nem jelenti azt, hogy Bologató Jánosként veszünk részt a pályázatoknak az elbírálásában, illetve azoknak a megszavazásában, mert mindenképpen a pályázatokat részletesen, azok körülményeit megvizsgálva kívánunk ebben részt venni, és a szavazatunkat adni hozzá. Az idei évben is folytatódik és bővül a Magyar Falu program, mondta a vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, Magyarország kormánya eltökélt annak a célnak az elérésében, hogy megállítsa a magyarországi kistelepülések népesség csökkenését. A költségvetés idén is rögzíti, hogy legalább 150 milliárd forint jut a Magyar Falu programra, mondta a kormánybiztos, aki bejelentette, a kormány döntése értelmében további területekre, útkarbantartásra és falusi civil szervezetek támogatására juttatnak plusz forrásokat, összesen 12,5 milliárd forint értékben. Mintegy 7000 ember látogatott el a Made in Pécs fesztivál programjaira január 4-én. Idén már 5. alkalommal zajlott az egynapos rendezvény Pécs belvárosában 6 különböző helyszínen. A fellépő 130 pécsi zenekar 20 perces minikoncerteken mutatkozott be a legkülönbözőbb műfajokban.
130 pécsi zenekar, azaz körülbelül 560 zenész állhatott színpadra az idén 5. alkalommal megrendezett Made in Pécs fesztiválon. Január 4-én délelőtt 10 órakor kezdődtek a 20 perces ingyenes minikoncertek 6 helyszínen Pécs belvárosában. A rendezvény célja, hogy professzionális körülmények között biztosítsanak lehetőséget az amatőr bandák bemutatkozására. Jónás Gabriella ezelőtt Budapesten élt, nemrég költözött a Baranyai megye székhelyre. Horváth Alberttel közös duójuk a Gabó Akusztik is fellépett a fesztiválon. Szerettem volna azt a zenét, amit majd most itt hallani fog a kedves közönség és mindenki, aki itt marad, egy kicsit közelebb vinni a magyar fülekhez, és ez pedig az a szólos, R&B-sebb fekete zenei vonal, és az Albival pedig gyakorlatilag egy olyan egy-másfél éve zenélünk együtt így ebben a formában, mert hogy előtte egy gitárosom volt igaziból. A változatosságot a műfai sokszínűség is garantálta, hiszen az akusztikus gitárdallamoktól a népzenén át még a metal stílus képviselői is bemutatkozhattak a pécsieknek. A főszervező azt mondta, az idén minden eddiginél több zenekar lépett fel, de a közönség is szép számmal érkezett a koncertekre. Pontosan ezt nem tudjuk számolni, mert ugye reggel 10-től hajnalig ingyenesen zajlanak a rendezvények külön, tehát jegy adatokat, azokat nem látunk, de számításaink szerint legalább 6-7000 ember részt vett. Itt nagyon örömmel láttuk, hogy már reggel 10-kor a 6 helyszínből 4 teltházzal működött, és tényleg szinte minden napközben is nagy látogatottság mellett zajlott, este pedig megint teltházak voltak mindenütt, úgyhogy nagyon jól sikerült, örülünk neki. Az 5 év alatt nem csak új, hanem visszatérő zenekarok is felléptek a rendezvényen. A szervezők a jövőben is szeretnék folytatni a Made in Pécs fesztivált, akár új, akár már ismerős bandákkal a zenészek soraiban. Januártól a tervezett infláció mértékével megegyezően 2,8%-kal emelkednek a nyugdíjak, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak megőrzik az értéküket, sőt az elmúlt években még 10%-kal nőtt is a nyugellátások vásárló ereje, hangsúlyozta Rétvári Bence. Hozzátette, az elmúlt időszakban 250 milliárd forintnyi plusz juttatást kaptak a nyugdíjasok. Az államtitkár szerint ennek köszönhető, hogy 21%-ról 15%-ra csökkent azoknak a nyugdíjasoknak az aránya, akiket szegénység fenyeget. Ez már jobb érték, mint az uniós 18%-os átlag, hívta fel a figyelmet. Mintegy 200 baranyai időskorú köszöntötte tánccal az új évet a pécsi Széchenyi téren. Néhány napos szervezés után a baranyai szenior örömtánc csoportok tagjai gyűltek össze a megye székhelyen. Az eseményen részt vett Bognár Szilvia is. Az alpolgármester szerint egy ilyen közösségi program örömöt, vidámságot hoz Pécs városába. Mozgás, öröm, agytorna, ez a mottója a szenior örömtáncosoknak. Az 50 év feletti korosztály baranyai tagjai új évköszöntő programot szerveztek a pécsi Széchenyi térre a hétvégén. A város főterén mintegy 200 időskorú állt körbe és táncolt jókedvűen. Én megmondom őszintén, 80 főre számoltam, hát de most, hogy tele volt a tér, szóval nagyon örülök neki, nagyon. És mindenkinek nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok a segítségért, hogy ez egyáltalán létrejöhetett, hogy népszerűsíteni tudjuk a szenior örömtáncot, ugye Magyarországon, hát azon dolgozunk. Az eseményen részt vett Bognár Szilvia is, aki csatlakozott a táncosokhoz. Pécs alpolgármestere úgy fogalmazott, nagyon örül, hogy ilyen közösségépítő és vidám program színesíti a város életét. Aki itt volt ma a Széchenyi téren, szerintem mindenkinek a szívében öröm lakozott. A szenior örömtáncosok szervezték ezt a mai programot, és ez azért volt csodálatos, mert vidám volt, mert közösségi program volt, mert bárki részt vehetett rajta, és határtalan volt, nem csak Pécsről érkeztek ide a táncosok. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, hogyha ilyen lesz 2020, akkor tényleg öröm költözik Pécs városába. A szervezők hangsúlyozták, minden időskorút szívesen várnak a szenior örömtánc csoportokba. Kutatások szerint ugyanis az olyan betegségek, mint például az Alzheimer-kor vagy a demencia, akár 70-80%-kal késleltethető, ha ilyen tevékenységet végeznek az érintett korosztály tagjai. Az erősödő migrációs nyomásra tekintettel megkétszerezik a határvédelemben résztvevő katonák számát, közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Német Szilárd azt mondta, a magyar határon egyre nagyobb a nyomás, 2018. decemberéhez képest csaknem 10-szeresére, 3299-re nőtt tavaly decemberben a határsértők száma. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnok helyettese elmondta, a honvédség hétfőtől 100-ra növeli a rendőrséggel közös járőrözésben résztvevő katonák számát. A kiszolgáló személyzettel együtt ez 500 embert jelent. Ezt az intézkedést addig tartják fenn, amíg erre szükség van, közölte az altábornagy hangsúlyozva. Az elmúlt időszak eseményei is azt bizonyítják, hogy szükség van a létszám emelésre, hiszen csak január első napján 212-en próbáltak meg illegálisan átlépni a magyar határt.
A Magyar Úszószövetség és a PSN ZRD úszószakosztálya közösen rendezte meg hétvégén az idei év nyitó konferenciáját a jövő bajnokai program keretében. A nyitó előadáson dr. Zaher Gábor, ismert toxikológus beszélt az online függőségről és a közösségi média sportolókra gyakorolt hatásáról. Majd Cseh László, a mai úszósport emblematikus alakja tartott motivációs előadást és interaktív beszélgetést. Megújult formában indult újra 2017 őszén a Magyar Úszószövetség jövő bajnokai utánpótlás programja. 9 régióban 4 korosztály részvételével, sok-sok érdekességgel, újdonsággal és új régióvezetőkkel. A program keretein belül előadásokat és beszélgetéseket is szerveznek országszerte. A dél-dunántúli régióban idén az első előadást dr. Zaher Gábor tartotta a függőségekről. Az ismert toxikológus hangsúlyozta, nem csupán negatív függőségekről beszélhetünk. És ettől a pillanattól kezdve egy magyar szavunkat nem biztos, hogy mindig jó értelemben használjuk, és milyen függőség lehet a sportolónak? Például maga a sport, akár az edzés. Szerintem én magam is úgy vagyok, én futok nagyon régóta, lassan 40 éve, és hogy öregszem, egyre hosszabb távokra merészkedek, hogy ha egy héten mondjuk 5-ször nem tudok elmenni futni, és ez nem feltétlenül mindig azt jelenti, hogy mondjuk fáradtam munka után hazaes, vagy akkor gyerünk egy 20 kilométert, nem. Akár csak egy 4-5 kilométert ott a városban az ember leghozok, aztán persze van ideje, akkor elmegy hosszabb távokra, hogy egész egyszerűen hiányzik. És feleségem is szokta időnként mondani, azért jövök is, látja feszültet, hogy 5-ször menjen futni. A nyitó konferencia másik előadója Cseh László, olimpiai ezüst és bronzérmes, világ és Európa bajnok, 100-szoros magyar bajnok úszó volt, aki a motivációról beszélt. Az én életemben mindig az volt, hogy nagyon szerettem az úszást, szerettem edzésekre járni, és hát szerettem volna minél jobb lenni a versenyeken. Tehát ez a versenyszellem, ez mindig bennem volt, és hát ez a mai napig is megvan, de azt mondom, hogy a motiváció nagyon fontos, de mellette az is fontos, hogy szeressük azt, amit csinálunk. Nem elég csak azt, hogy a legjobbak akarunk lenni, szeretni is kell azt, amiben ezt el szeretnénk érni, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb. A Magyar Úszószövetség utánpótlás nevelő programja 2013. novemberében indult el. A jövő bajnokai program 2017-es újragondolása óta a felméréseken és az eszközök biztosításán túl az úszóknak, szüleiknek és az edzőknek szerveznek előadásokat, valamint gyakorlati tanácsokkal látják el őket. Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 365.100 forint volt, 11,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 242.800, a kedvezményeket is figyelembe véve 250.200 forintot ért el, 11,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. A múlt év első 10 hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős non-profit szervezeteknél 360.400, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 370.500 forintot ért el, ami 10,9 illetve 10%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Óriási szüksége volt a PVSK Veolia férfi kosarasainak arra, hogy győzelemmel kezdjék a 2020-as évet. Mint ismert, hétvégén Szegeden új vezetőedzővel lépett pályára a csapat. Dragan Alexics a Szombathely elleni vereség után vette át a gárda irányítását. A hétvégi Szeged elleni találkozót jobban kezdte a Pécs, és 29-16-ra nyerték is az első negyedet. A második 10 percben aztán a Szeged visszajött a meccsbe, és a jó dobóforma megmaradt a harmadik negyedre. Alexics időkérése után aztán megrázta magát a Pécs, és 84-72-re nyerte a találkozót. A második 10 percben kicsit lelassult a játékunk, és ezzel lehetőséget adtunk a Szegednek, hogy visszajöjjenek a meccsbe. Nagyon jól kezdték a harmadik negyedet is, jó dobó százalékkal a mi gyenge védekezésünk mellett. Az időkérésem után javult a védekezésünk, jól tudtam cserélni. A végén a hosszabb kispadunk és az utolsó 5 perc pont erős játéka döntött a javunkra. Örülök a győzelemnek, de még sok tennivalónk van. Készülünk a következő meccsre, gratulálok a Szegednek, remélem ők is egyre jobbak lesznek a szezon hátralevő részében.
Vízkereszt napja van. Ma reggel elvitték a Széchenyi térről a Mindenki karácsonyfáját, és elindult a kidobott fenyők begyűjtése Pécsen. A gyűjtés január 31-ig tart, kifejezetten erre a célra rendszeresített különjárattal történik, mindenhol a megszokott hulladékszállítási napokon. A szolgáltató azt kéri, a fákat hulladékmentesen helyezzék ki, a másfél méteresnél nagyobbakat pedig lehetőleg vágják ketté. A fenyőket januárban és februárban a hulladékudvarokban is le lehet adni. A kidobott karácsonyfákat a pécsi hőerőmű biomassa blokkjában tüzelik el. Minden évben 35-40 tonna fenyőt gyűjtenek be a Biokon munkatársai a kukák mellől. Újra ellenőriznek a NAV revizorai. Január 6-a és 12-e között folytatódik a takarítók ellenőrzése a megyeszékhely oktatási intézményeiben. A héten Szigetváron, Szentlőrincen, Sejjén, Siklóson, Villányban és Mohácson a szezonális termékeket kiárusító ruhaboltokban vizsgálják a revizorok az online pénztárgép használatát, a számla és nyugtaadást és a foglalkoztatottak bejelentését. A megye építkezésein szintén folytatódnak az ellenőrzések. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Január 1-től nőtt a bioetanol összetevők aránya az üzemanyagokban. Az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A modernebb autókra nincs hatással a változás, de az idősebb kocsik tulajdonosainak érdemes tájékozódni az új összetevőjű üzemanyagokról. A 95-ös benzinben maximum 5% lehetett a bioetanol tartalom, ezt mutatta az E5-ös jelzés. Ezt váltja az E10-es. Eszerint az üzemanyagnak január 1-től legfeljebb 6,1%-ban kell tartalmaznia a bioetanolt. Minőségét tekintve nyilván jelent változást, hiszen egy nagyobb mennyiségben kerül bele ez az összetevő a benzinben. Mindenkinek azt javasoljuk, aki benzines autóval jár, hogy érdemes tájékozódni akár az interneten, vagy akár a gyártó, autógyártó céggel felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy az ő autója alkalmas-e arra, hogy ezzel a típusú üzemanyaggal tovább autózzon. Ez az etanol, bioetanol, ez egy kukoricából készülő alkohol, ami nem egy agresszív anyag, tehát ez egy oldószer, tehát nem kell nagyon komoly radikális változásokra számítani a használatát követően, de nyilván a korábbi lerakódásokat, szennyeződéseket kipucolhatja az üzemanyagrendszerből, és hogyha azok a szűrőkben megállnak, akkor azok okozhatnak problémákat. 2 millió autó van a magyar tulajdonosoknál, amely 95-ös benzinnel működik. Ennek fele 2000-es évjárat előtti. Mint azt a szakember elmondta, a 20 évnél idősebb autók esetében érdemes tájékozódni az E10-es jelzésű üzemanyag várható hatásairól. Magyarország igyekszik megfelelni az unió előírásának és annak a jogszabályi változásnak, hogy a környezetvédelmi kvótákat teljesíteni tudjuk. A leggyorsabb és leghatékonyabb lépés Magyarország számára az volt, hogyha a bio tartalmat növeli a benzin esetében. Hát a gázolajban is van nyilván bio tartalom, de ennek a mennyisége most nem változik. Folyamatosan állnak át a töltőállomások az E10-es jelzésű benzinre. Így lehet az, hogy van, ahol már megtalálható a megváltozott üzemanyag, máshol pedig még az E5-össel lehet tankolni. A január 1-e az üzemanyagok árában is változást hozott. A 95-ös benzin esetében 9 forinttal nőtt a literenkénti ár, a gázolajnál pedig 6 forinttal kell többet fizetni a töltőállomásokon. Sok ember krízist él át karácsonykor és évvégén, mert nem családi vagy baráti körben töltik az ünnepeket, és ilyenkor szembesülnek igazán emberi kapcsolataik hiányával. Évvégén az öngyilkossági kísérletek száma is megnő, és többen kerülnek pszichiátriára, mondja a Tolna megyei Balassa János kórház pszichiátere. A szakemberek azt mondják, az ünnepek során lehet igazán tapasztalni, milyen sok az elhanyagolt, magányos idős ember, akik kizárólag azért kerülnek kórházba, mert nincs ki foglalkozzon velük. Megsokszorozódik a Tolna megyei Balassa János kórház munkatársainak munkája az ünnepek alatt. Különösen a sürgősségi és pszichiátriai osztályon nő meg ilyenkor a betegforgalom. Többen nem tudják feldolgozni a karácsony környéki stresszt, ami a felfokozott készülődésből, hangulatból adódik. Másrészt karácsony környékén a konfliktusok is gyakoribbak családon belül, ami akár öngyilkossági kísérletekhez is vezethetnek, mert az illető úgy gondolja, nem bírja tovább elviselni az adott élethelyzetet, mondja Kertész Ágnes, a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályát vezető főorvos. Hagyományosan 2-3 olyan krízis jelentkezik, ahol öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkossági gondolatok merülnek fel, és
segítségkérésképpen vagy már a sürgősségi osztály ellátása után kerülnek hozzánk a paciensek. Ezzel párhuzamosan a szociális krízisek száma is megnő, mondja Kertész Ágnes. Rengeteg idős ember azért kerül kórházba, mert nincs ki foglalkozzon velük. Kiszáradnak, nem szedik be a gyógyszereiket, rosszul lesznek. A család, ha van, karácsonykor hazajövve szembesül azzal, hogy szerettei elhanyagolt állapotban vannak, és látja, hogy pszichiátriai ellátást igényelnek. Nagyon sok idős egyedül él, és hogy nincsen körülötte olyan hozzátartozó, aki tudná segíteni a mindennapjait, és hogy ebben az időszakban ugye a szociális ellátás, a szociális háló, ami körülveszi az időseket, az ünnepekből adódóan ugye egy kicsit ritkul, és hogy ezekben a napokban bizony gyakoribb. Az Európai Unióban még mindig nálunk a negyedik legmagasabb a 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok éves száma. Ez 2016-ban összesen 1327 öngyilkosságot jelentett. Alig kezdődött meg az új év, már is kulturális eseményen vehettek részt a szekszádiak. A város Babits Mihály kulturális központjában a Budapest Ragtime Band adott koncertet. A közönség szórakoztatása a cél, mondta a Budapest Ragtime Band zenekar vezetője. A 40 éves jubileumát Szekszárdon ünneplő együttes 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett zenészekből. Újdonsággal is készült a Babits Mihály Kulturális Központban a 2020-as év első koncertjét adó zenekar. Van a klasszikus jazz, a tradicionális jazz és a ragtime. Ennek az szerencsés egyvelege vagy keveréke a mai program is, és általában a program. Ezt szeretik a közönség. Ma hoztunk egy fiatal jazzénekes fiút is, aki pár Sinatra által fémjelzett standardeket is el fog énekelni. Ragtime címmel 1984-ben készült el a zenekar első önálló hanglemeze. 1990 óta 8 felvételük jelent meg. Magyarországon kívül felléptek többek között a Berlini Filharmóniában, Mexikóban és Sacramentóban, a világ legjelentősebb jazzfesztiválján is. Fontos küldetésüknek érzik az ifjúság nevelését. Ezzel kapcsolatban többször jártak Szekszárdon is. Itt Szekszárdon is voltunk ebben a megyében ifjúsági koncertet tartani, ez középiskolásoknak és általános iskolásoknak. Már 25 éve csináljuk, ilyen kicsit ismeretteljesztő, kicsit szórakoztató 45-50 perces műsor, ahol a jazzről, a ragtime-ról, a klasszikus zenéről, a hangszerekről beszélünk, játszunk, és nagyon szereti az ifjúság. Fennállásának 40. évét ünneplő zenekar januárban többek között Csonka Andrással együtt lép fel Budapesten. A nyulak és hajtóik vették birtokba szilveszterkor a Somogysárdi focipályát. 27. alkalommal rendeztek nyúlfuttató versenyt, amelyre az ifjúsági kategóriában 40-en, a felnőttben pedig több mint 20-an neveztek. A leggyorsabb ezúttal Pitty-Pang és Cuki nyúl lett. Népes csapat gyűlt össze a Somogysárdi labdarúgó pályán, ezúttal azonban nem a focistáké, hanem a tapsi füleseké volt a főszerep. Lelkesen terelték a nyulakat a cél felé a hajtók. Az ifjúsági kategóriában ezúttal Pitty-Pang ért először célba. A nyulakat kölcsön kaptuk egy barátunktól reggel, és a gyerek kategóriába első lett a nyúl, a felnőttbe meg második. Márk és Balázs a kezdetek óta részt vesz a nyúlfuttatáson. A leasinggel, tapsifülessel idén sikert is arattak. Egy kis tréning azért volt, de semmi olyan nagy dolog nem tettünk hozzá, hogy nekünk kellett volna nyerni. Ez csak így jött. Jár a jutalom répa Cuki nyúlnak, aki a felnőtt kategóriában végzett az élen hajtójával együtt. 5. alkalommal veszünk részt ezen a nagy mérkőzésen. A nyuszi az nagyjából 3 napja van meg, de lehet, hogy 4. Róla azt lehet tudni, hogy 7 hónapos, és nagyon puha, és gyors. Cuki nyúl az ifjúsági futamon hangolt a felnőttek versenyére és a sikerre. Az első körben a hugival ment a nyuszi, és akkor bemelegedett, és akkor most már ment minden magától, úgyhogy ennek is köszönhetem azt, hogy első lettem. 27. alkalommal rendezték meg Somogysárdon a nyúlfutató versenyt, amelyre nem csak a településről érkeztek nevezők és szurkolók. Hála is nagyon hagyománya van ennek a történetnek itt nálunk, hogy nem is nagyon kell hirdetnünk,
ez egy olyan közösség, hogy ez a 4-5-600 ember szinte minden évben itt van, együtt forradboroznak, együtt hajtják a nyulakat, örülnek, hogyha nyernek a tombolán, örülnek, hogyha van valami olyan dolog, hogy nyert a gyerek, nyert valamelyik rokon, és jó érzik magukat így együtt ezek az emberek. Az ifjúsági kategóriában 40, a felnőttben pedig több mint 20 tapsi füles és hajtója állt rajthoz Somogysárdon. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Börtön és kézilabda munkacsarnok 8 milliárdból két nagy beruházás indult tavasszal Komlón. 130 pécsi zenekar 6 helyszínen a legkülönbözőbb műfajokban idén is megrendezték a Made in Pécs fesztivált. Mintegy 200 baranyai időskorú a pécsi Széchenyi téren tánccal köszöntötték az új évet. Függőség és motiváció, Pécsen tartottak konferenciát az úszók. Kedden marad a túlnyomóan napos, száraz idő, csak délután növekedhet meg nyugaton a felhőzet, de esni nem fog. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, hajnalban -4-6, napközben +4-6 fok várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!